Mehet. Igen. Okay. Gyerünk csak, gyerünk! Péklapáton szlalomozó labda, gumicsizmadobás és íjászkodás is volt Szabolcsban, ahol a Vidék Kincse Egyesület immár 5. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető értékekről és hungarikumokról szóló vetélkedőt. Az egyesület elnöke azt mondta, kiemelten fontos céljuk a megyei identitás erősítése, és az, hogy az itt élő fiatalok büszkék legyenek gyökereikre, valamint történelmi értékeikre. Ma egy interaktív helytörténeti vetélkedőn vesznek részt az általános iskolás és középiskolás diákok, mindösszesen 10 csapat, amely megméretteti tudását interaktív módon a mai napon. És mit is jelent az, hogy interaktív mód? Számukra nem csak a lexikális tudás fontos, hanem az, hogy merjenek kiállni, merjenek prezentálni, és vállalják be azokat az értékeket, és rakják bele önmagukat minden egyes feladatba. A mai nap folyamán nem csak a református látogató központ berkein belül, hanem feladatot oldottak meg a Mudrány kúria gyönyörű építészeti örökségének a köreiben, valamint a Földvár ormain, illetve a református templom falai között. Az általános iskolás 7.-8. osztályos gyermekek, illetve 11.-12. diákok a megye számos területéről érkeztek, így Csarodáról, Vásárosnaményről, Tiszaszalkáról, Tímárról, Nyíregyházáról, Nyírbogdányból, valamint Nagykállóból. Körülvezettek minket itt a kúriában, és amiket elmondtak, és ezzel kapcsolatban vannak kérdések. Például, hogy hogy miket találhatunk itt a kúriában, meg hogy... Például, illetve hogy... a megyénkből milyen kúriákat ismerünk, illetve település szerint, hogy hol találhatóak. Igen. Meg kik voltak a földes urai, meg úgy eleve így Szabolcs községbe így végigvittek minket a Földváron, és akkor ott is volt arra is megtudtunk fontos információkat, kérdések. És ezekhez voltak kapcsolódó kérdések. A diákok a vetélkedő során megismerkedtek a szabolcsi reformátusok történetével is. Szent István által alapított templomban vagyunk, amelyet Szent István király rendelt el a templom építését, és kérte, hogy Szűz Mária tiszteletére Szűz Máriának ajánlják fel a templomot. A több helyszínből álló vetélkedőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktárbizottság és a megyei önkormányzat is támogatta, így a dobogós helyezést elérő résztvevők nem csak új élményekkel és ismeretekkel térhettek haza, de ajándékutalványokat is kaptak. Szabolcs község az egy kultikus helyszín, tehát több szempontból is, és azt hiszem, hogy egy helytörténeti vetélkedőnek talán Keresve se lehetne jobb helyet találni, mint ez a történelmi környezet a templommal, a Földvárral, a Mudrány kúriával, és hát ugye a hely szelleme az mindenképpen jelen van, és ez a helytörténeti vetélkedő sorozat, amely jelen állomása az éppen egy hungarikum pályázatból lett egyébként támogatva. Az a megyei értékek és a hungarikumok közé szerveződik, és hál' Istennek nagyon sok megyei érték van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és hát itt Szabolcs településen is már felsoroltunk az előbb 3-at, ami a megyei értéktárban is szerepel. A szabolcsi földvár és templom idén nyerte el a Magyar Történelmi Emlékhely címet, amelynek hivatalos címátadója jövő év május 20-án lesz az 1992-es ugyanitt tartott zsinat évfordulóján.